az az lesz a tükör után, hogy most már elkülönítettük a szaharoszt, ő kiesett a sorból, hiszen nem redukáló tulajdonságú. Próbáljuk valamilyen módon megkülönböztetni a monoszaharidokat, illetőleg a diszaharidot, a maltoszt. Erre az illető kísérletre az úgynevezett barföld próba az, ami alkalmas. A barföld reagens, az rézacetát, az is ilyen szép kék színű, tehát ugye az ecet savval alkotott vegyületről van szó. Ez savas közegben zajlik, és a legnagyobb bánatunkra sajnos a barföld próba az nem annyira exakt, mint az összes többi. Most már ki is kapcsolhatjuk, igaz? Számítalatig. Mint az összes többi reakció, és sokszor csak a kémcsőnek a felülbúszóján, vagy a habján látunk egy kis vöröses elszíneződést. Most már ezt lehetjük innen. És a monoszaharidok adják, tehát jó, az ott már szépen még dolgozik. És a diszaharidok azok pedig nem. Két kémcsövet készítünk elő. Az egyikbe glükózt fogjuk önteni. Jó, tehát ő lesz a glükózunk. És a másikba pedig maltoszt. És ehhez fogunk pipettázni ebből a reagensből. Körülbelül úgy szoktuk beállítani, ha nagyon jól lehet érezni az ecetsavnak az illatát. Körülbelül egy az egybe legyen a cukoroldat, illetőleg a reagens. És most használunk órát is ehhez a kísérlethez, ugyanis öt perc után, melegítés után már a diszaharid is egy kicsit kezdi adni ezt az illető kimutatási próbát. Kezdjük először akkor. A glükóza. Jó, és akkor ezzel is nagyon vigyázni kell, mert ő nagyon szeret fröcskölni. És hát ez az egyik legnehezebben észlelhető. A glükóznál, itt a kémcsőnek a falán, ha egy kis ilyen sárgás színű tükör már elkezd megjelenni, az már jó.
Tehát egyáltalán nem olyan látványos, mint a félénk vagy az ezüst tükör, és hogyha megfigyelitek, akkor már megjelent, és azt mondja, hogy 57 másodperc, 58 másodperc, tehát egy percen belül már megjelenik ez a kis résztükör. Egy perc, 20 másodperc. Jó, ez most már teljesen kifejezett. Jó, tehát ugye az egyszer sok miatt nagyon kellemes. És most fog következni a maltóz, ugyanezzel a reakcióval. Jó, és itt a maltóz, mindig az órát. Harminc másodperc. Most vagyunk ott, mint az előbb a glukózzal. Tehát 58 másodperc, 1 perc. Semmi nem látszik a émső falán. Másfél percét fogom melegíteni, tovább nem, mert ugye a glükóznál már 1 perc 20 másodpercnél nagyon jól látszódott. És hogyha megnézzük, még egy pár másodperc. És ugye nincs résztükör, itt pedig ott van az a pici résztükör. Tehát ezt is meg lehet állapítani, el lehet különíteni egymástól a kétféle oldatot, csak nem annyira látványos, mint például egy ezüstükör próba, vagy egy Fehling reakció.